A férfi ittas állapotban 2023. augusztus 10-én délután, amiatti felháborodásában, hogy a gázszolgáltató nem biztosított egyéni mérőórát részére, Mezőtúron a lakóházánál a gázfűcsapot elzárta, majd az udvaron lévő gázmérő berendezés csövét a mérőóra és a nyomás kiegyenlítő berendezés között egy gyorsvágóval elvágta. Mert az volt, mert nem egyszer-kétszer hívtuk őket, és utoljára is az volt december 10-én, nem augusztus 10-én, mondták, hogy nincs olyan óra, ami nekem jó. Vagy nincs gázórájuk. Akkor utána az volt, hogy vagy mondtam ott a hölgy, hogy ha lesz olyan órájuk, akkor kicserélik. De az sem biztos, hogy még december, vagy mint tavaly, hogy ki fogják cserélni. És akkor láttam be, hazajöttem is, levám megmondtam, hogy hülyeségből, hogy meggyújtom, meg ilyesmi. Igen. Hát ez már idegességemben. Soha az órát nem bántottam semmit sem. De hát ezt meg ők szerelték le. De hogy gondoltam én komolyan, ez hülyeség. Hát csak idegességben mit mondtam? Hogy akkor tavaly már decemberben, akkor már 22 hónapja lett volna, hogy nem cserélik ki az órát. És nem indokolt, hát nincs másfél év alatt. És már kétszer a fogyasztóvédelmi papír el lett küldve. Szomszédasszonyom is intézte a dolgokat. Többször is rájuk lett telefonálva, hogy mikor cserélik ki. Ezt a kettőt vágtam el. Ezután a férfi felhívta a gázszolgáltató diszpécserét, és közölte vele, hogy amennyiben nem intézkednek arról, hogy haladéktalanul felszereljék neki az új mérőeszközt, akkor újra megítja a főcsapot, és a nyomás kiegyenlítő előtt is el fogja vágni a csövet, majd meggyújtja a gázt. A férfi a diszpécser kérés ellenére újra megnyitotta a főcsapot, ekkor a diszpécser azonnal értesítette a rendőrséget. Azonban a helyszínre érkező rendőrjárőrnek is ugyanezt ismételte meg a férfi, hogy amennyiben nem kapja meg az új mérőórát haladéktalanul, akkor el fogja vágni a másik helyen is a gázcsövet, és meg fogja gyújtani a gázt. Amennyiben ezt megtette volna, azzal olyan robbanást idézett volna elő, amely közvetlenül veszélyeztette volna a közelben tartózkodó személyek életét és testi épségét, illetve a közelben lévő ingatlanok megrongálódását, megsemmisülését eredményezhet. Volna. Időközben a gázszolgáltató kiérkező alkalmazottja az ingatlan gázellátását biztosító főcsapot elzárta és plombával biztosította, így megakadályozta a további veszély bekövetkezését. A járási ügyészség a büntetlen férfival szemben a vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására és a próbaidő alatt pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt. Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság fog dönteni.